Diáknapot tartott a Schuleck gimnázium. Az ünnepség egy nemzetközi kosárlabda tornával vette kezdetét. A sportcsarnokban megtartott küzdelem sorozaton részt vett a Selye János gimnázium és az Építők utcai kereskedelmi és szolgáltatási szakközépiskola csapata, illetve a budapesti szlovák tannyelvű gimnázium is. Bár a nézőtér nem telt meg, a szurkolók így is fergeteges hangulatot teremtettek, és minden egyes találatot ovációval tapsal jutalmaztak. A fárasztó délelőtt során mindenki mindenkivel elvalapján játszottak, a várva várt döntővel végződött. Sok szép jelenetet, megmozdulást láthattunk, melyek a játékosokat és a nézőket is egyaránt megörvendeztették. A tornát lezáró bírói sípszó után minden eldőlt. A győztes a Schuleck gimnázium csapata lett, a második helyen a budapesti vendégek végeztek, az ottani gimnázium diákjai, míg a harmadik helyet a Selye János gimnázium csapata vívta ki magának. A kereskedelmi és szolgáltatói szakközépiskola a negyedik lett. Az Eduard Csebo nevét viselő emléktornát már 8. alkalommal rendezték meg, az egykori iskolaigazgató tiszteletére, aki nagy sportrajongó volt. Igazgatósága alatt megteremtette annak a feltételeit, hogy a diákok ne csupán a tornaórák idején sportolhassanak, hanem magasabb szinten is hódoljanak kedvenc sportjuknak. A diáknap alkalmat adott arra is, hogy az elsős diákokat felavassák, vagyis befogadják maguk közé. Ezt persze minden elsősnek ki kellett érdemelnie, meg kellett küzdenie érte. Számos az idősebb diákok által kitalált feladatot kellett teljesíteniük, és bizony igencsak megizzadtak. A közönség viszont jókat szórakozott, ahogy önök is láthatják.